Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Sok első nap van egy ember életében. Az első nap, miután világra jöttünk, az első nap az iskolában, vagy az első napunk a házasságban. De létezik az az első nap is, amiután megkaptuk életünk legrosszabb hírét. Amikor még nem tudhatjuk biztosan, hogy egyik szerettünket örökre elveszítjük, vagy végül mégis velünk maradhat. Judit Szolnokon él családjával. Két kislánya, Ivett és Kitti, eleven és örök mozgó gyerekek voltak. Hintáztak, kergetőztek, és sokat versenyeztek egymással. Ha Ivett épp iskolában volt, akkor Kitti egyedül játszott otthon a játékaival. Ha macit akarsz, akkor... akkor mindjárt megkérsem most a macit. És akkor... Ez az eleven kislány azonban egy nap megbetegedett. Egyszerű gyerekkori betegségnek tűnt, lázzal és egyéb szokványos tünetekkel. Judit akkor még nem aggódott, hisz a gyerekek gyakran elkapják egymástól a vírusokat. Nem volt sejtésem, mert ahogy elkezdik az óvodát, sajnos mindegyik kisgyerek sokat hiányzik, tehát ez olyan természetes volt, hogy ugye erősödik az immunrendszere, és ezekben átha-szerű tünetekbe, vírusba vagy bakteriális fertőzésekbe beleesik a közösségbe. Kitti láza azonban nem akart elmúlni a gyógyszerek nélkül. Az édesanya már gyanakodni kezdett, hogy kislányának valami komolyabb baja lehet. Ezért Judit úgy döntött, elviszi gyermekét kivizsgáltatni. A szolnoki kórházban végül egy laborvizsgálatból kiderült, mi baj a Kittinek? A hírt ott közölték először az édesanyával. Ez a folyamatos láz és hőemelkedés, ez egy labor eredményt kért, vagy szükségeltetett, és a labor eredmény már kimutatta rögtön, hogy emelkedett a fehérvérsejt, szám 300 volt a normális, maximum 14 helyett, és akkor rögtön berendeltek bennünket itt a helyi kórházba, és már nem is engedtek haza, hanem mentővel vittek le Debrecenbe. A Hetényi Géza Kórházért Alapítvány 2011-ben jött létre a kórházi dolgozók összefogásának köszönhetően. Az alapítványnak hála olyan berendezéseket, eszközöket tudtak beszerezni, ami a betegek jobb ellátását biztosítja.
Sajnos az egészségügynek a lehetőségei nagyon behatároltak és szűkösek, ezért törekszünk új gépek, berendezések beszerzésére, a régiek cseréjére, ebben nagy segítséget nyújt nekünk az alapítvány. Ezúton is szeretném megköszönni az eddigi támogatóinknak a nemes adományokat, amelyből olyan berendezéseket, gépeket, eszközöket tudtunk vásárolni, amelyekkel a betegeknek az ellátását tudjuk megoldani és segíteni. Maroska Anikó, az alapítvány kuratóriumának elnöke sajnos sok olyan betegségről hallott, mint ami Kittit is megtámadta. Ilyenkor nem csak kötelességük közölni a rossz hírt a hozzátartozókkal, hanem a további lépésekben is segítik a szülőket. Országos intézményben ugye megvan a mindenkinek a betegellátás és beutalási, továbbutalási kötelezettsége, és nyilván mi centrumban, országos intézményben utaljuk ezeket a gyerekeket. Az eredmény megérkezett. Kittinek leukémiája van. Judit számára a diagnózis utáni első nap volt a legnehezebb. Ekkor még nem tudta pontosan, hogy mivel áll szemben. Mit is jelent pontosan az, hogy leukémiás a gyermeke? Mennyi esélye van? Elveszítheti-e? Mivel járnak majd a kezelések? Elviselhető lesz-e a fájdalom, amit majd át kell élnie? Lehetnek-e szövődményei? De a legfontosabb kérdés ez volt. Most hogyan tovább? Frissen tapétázott szobába letépték a tapétát, és kifestették zsírkrétával, filztollal, és első nap, hogy ezt megtudtam, mentünk le mentővel Debrecenbe, és mondtam a férjemnek a telefonba, hogy én nem bánom, ha letépi a tapétát, vagy adok neki zsírkrétát, és csak mondom, éljen az a gyerek, tehát már mondom, innestől nem érdekel, hogy vagy mint viselkedik, úgymond, hát persze egy természetes erkölcsi normát sajátítson el, de inkább legyen rossz, csak éljen, mert annyira meg voltam ijedve első nap. A leszaggatott tapéta nyoma még most is arra a bizonyos első napra emlékeztette a családot. Az édesanyja nem tudott sokat a betegségről. Az interneten keresett válaszokat a kérdéseire. Volt olyan oldal, ahol bíztató eredményekről írtak, de volt olyan is, ahol már kevesebb gyógyulási esélyekre figyelmeztettek. Annyit tudtam, hogy kóros fehérvérűség. Tehát igazából más nem tudtam, és egyszer olvastam egy könyvet, ami sajnos tragikus véget ért, de az még egy 20-30 évvel ezelőtti kisfiúról szólt, és ezért nagyon féltem, mert nem voltam vele tisztában, hogy mi ez pontosan. Leukémia, vagy más néven fehérvérűség. Ez a vérképző rendszer rosszindulatú megbetegedése. Tünetei lehetnek többek között a láz, a gyengeség vagy ízületi fájdalmak is. A leukémiának két fajtája van. A limfoid és a mieloid leukémia. Az egyik típusnál 80-85%-os a gyógyulási esély, a másik fajtánál azonban csak 50-60%-os. A kezelés része lehet a kemoterápia, a sugárkezelés és a csontvelő átültetés is. Magyarországon évente 70-80 új leukémiás beteget diagnosztizálnak, ennek 10-15%-át a debreceni központban látják el. A Kittinek a kezelése az lényegében ezzel az akut limfoid leukémiával kezdődött a története. Tavaly, azt hiszem, hogy december körül került ő hozzánk, egy elhúzódó lázas állapottal. A leukémiának a jellegzetes tünete lehet ez, hogy van egy fertőzés, amelyik ugyan antibiotikus kezelésre átmenetileg reagál, például egy mandulagyulladás, de az antibiotikus kezelést követően újra visszatér a fertőzés, és akkor a vérképvizsgálat szokta általában felfedni, hogy a vérképben eltérés van. A debreceni gyermekklinika két saját alapítványával együtt próbálja segíteni a szülőket és a kisbetegeket.
A Remény a leukémiás gyermekekért alapítvány a gyógyszerek beszerzését és az orvosok továbbképzését támogatja, míg a leukémiás gyermekekért alapítvány elsősorban a családokat segíti. Maga a Debreceni Gyerekklinika hematonkológiai osztálya az két fő alapítvánnyal tartja szorosan a kapcsolatot. Az egyik az lényegében a klinikának az alapítványa, ez a leukémiás gyermekekért alapítvány. Ezt egy kisbetegnek a szülője alapította több mint 20 évvel ezelőtt, 20 éve működik. 20 év alatt ide az osztályra több mint 100 millió forintos beruházás történt ennek az alapítványnak a segítségével. Judit félelme az első nap után csillapodott. A vizsgálatokból kiderült, hogy Kittinek limfoid leukémiája van, ami könnyebben kezelhető és nagyobb a gyógyulási esélye. Ám a neheze még csak most következett. Elkezdődött Kitti kezelése. Kemoterápia, csontvelő mintavétel, és egyéb fájdalmak vártak a kislányra. De Kitti mindent elviselt. Tudta, hogy ha meg akar gyógyulni, muszáj kibírnia a kezelést. Csontvelő mintavételkor, amit helyi érzéstelenítőt vagy bódítót adtak, az is az idegrendszerét eléggé megviselte, tehát utána órákon át sírt, kiabált. Ezeket elég nehezen viseltem lelkileg. Úgyhogy ezek a részek voltak, amiket inkább nehéz volt elviselni. Ivett is tudta, hogy húga nagyon beteg, és hogy egy darabig nem tudnak együtt játszani úgy, mint régen. Ő már elkezdte az első osztályt, és ameddig nem játszhatott újra a testvérével, addig a tanulásra koncentrált. Brother. Branőr. Mi az a branőr, tudod? Hogy megszúrják. Judit nem tudott dolgozni Kitti ápolása mellett, így szüksége volt segítségre. Az édesanya így felkereste az Együtt a leukémiás gyermekekért alapítványt, akik készséggel segítettek a családnak. Nagyon kedvesen fogadtak, illetve adategyeztetés után kaptunk tőlük havi rendszeres anyagi támogatást, ami nagyon jól jött, és köszönjük szépen, mert nagyon sokat segített rajtunk. Én elvesztettem a munkámat, ugye, hogy beteg lett Kitti, és gyesen vagyok jelenleg is, és ez nagyon sokat számított, ez az összeg, amit ők adtak. Az alapítvány közel 10 éve segíti a rászoruló családokat. Olyan szülők hozták létre, akik maguk is érintettek voltak, és ugyanúgy átélték ezeket a küzdelmeket. Mi még támogatjuk a különböző műszerekkel az orvostársadalmat, különböző korlátokat, de mi mindig csak készpénzt adunk át. Nekünk ez nagyon fontos az átláthatóság miatt. Magyko Noémi, az alapítvány kommunikációs vezetője tartotta a kapcsolatot Judittal. Az édesanya nem az első olyan rászoruló, aki anyagi támogatást kért az alapítványtól. Ebben a helyzetben szinte képtelenség megtartani a szülőknek az állásukat úgy, hogy közben a beteg gyermekük mellett vannak. Kitti 2011-ben kerestek fel minket, egy nagyon szívfelszóló levelet kaptunk tőlük, miután a kislány beteg lett. Igazából ilyenkor mindig nehéz helyzetbe kerül a család, egyrészt azért, mert ezt a betegséget nagyon nehéz legyőzni, másrészt anyagilag is igen megterhelő, folyamatosan kórházba kell járniuk, nagyon sok gyógyszert kell vásárolni, illetve
teljesen más körülmények közt kell folytatni, bizonyos esetekben az életmódot is, és hát Kittieknél is fennállt ez a helyzet. Az alapítvány munkatársai rendhagyó módon úgy döntöttek, hogy minden egyes családot személyesen is meglátogatnak és támogatnak egy kis meglepetéssel. Roadshow keretében így az elmúlt nyáron országszerte több mint 50 családnál voltak, és több mint 5000 kilométert tettek meg. Tulajdonképpen nagyon sokan támogatnak minket, nem csak pénzösszegekkel, hanem tárgyi adományokkal is, ruhákkal, játékokkal, írószerekkel, és nyár elején úgy döntöttünk, hogy ezt idén rendhagyó módon személyesen juttatjuk el a családokhoz. Egyrészt azért, hogy megismerjük őket személyesebben is, másrészt azt gondoltuk, hogy örülnének a családok is, hogyha ők is személyesen ismerhetnének minket. Ez be is igazolódott, a gyerekek nagyon örültek mindenhol. Természetesen Kittieket is meglátogatták. Noémi jól emlékszik arra a napra, amikor Szolnokra mentek a családhoz. Az eleven kislány közvetlenségét nem lehetett elfelejteni. Kittieknek ruhákat vittünk, illetve játékokat. Kitti és a nővére nagyon örült nekünk. Ahogy ti is láttátok, nagyon eleven gyerekekről van szó, úgyhogy fejenállással és tigrisbukfencekkel köszönték meg az ajándékokat, illetve Kittiekről azt kell tudni, hogy nagyon szeretnek kézműveskedni, úgyhogy egy picit mi is játszottunk velük, és megmutatták nekünk, hogy hogyan kell gipszfigurákat önteni és festeni, és mi is néhány gipszfigurával tértünk haza, amit a lányoktól kaptunk. Az első hónapban általában kiderül, hogy a kicsi szervezete hogy reagál a kezelésekre. Hiába a 80%-os gyógyulási esély, Judit még mindig tartott attól a maradék 20%-tól, ami akár tragédiát is hozhatott volna. Két dolog miatt aggódott az édesanya. Az egyik, hogy a kezelések hatására vajon csökken-e a rákos sejtek száma. A másik pedig, hogy Kitty legyengült immunrendszere vajon kibírja-e fertőzések és akár végzetes szövődmények nélkül. Volt egy nagyon nehéz nap, mikor a kezelés sorozatban kiderült, hogy nem tudják éppen adni a kezelést, mert szövődmény lett tüdőgyulladás. És akkor megint nagyon megijedtem, hogy nehogy ez is egy végzetes eredményt hozzon. Szerencsére nem történt baj. Kitty újból eleven és életvidám kislány, aki imád játszani és nevetni. Nem tud betelni a rengeteg játékkal. Teli van energiával, amiből szinte soha se fogy ki. Felmászik mindenre, amire csak tud. Biciklizik az udvaron vagy a ház körül. Néha, ha kicsit elfárad, megpihen a hatalmas játékkupacon, de aztán újból folytatódhat a játék. Judit persze tudja, hogy még kicsit várni kell a teljes gyógyulásig. Havonta vérképkontrollra kell menni, hogy minden rendben van-e.
aztán a következő csontvelő vizsgálat is, ha negatív, akkor már tényleg jó úton vannak a teljes gyógyulás felé. Addig pedig Kittinek szednie kell a gyógyszereket és a táplálék kiegészítőket is. Gyere, vedd be a gyógyszer. Ezt ide. Trexan, meg a Szilevont is, jó? Vitamint. Nagyon ügyes vagy. Vitamint ma nem jó. A csontvelőben leukémiás sejtet nem találtak. Kitty újra oviba járhat, Ivetten kívül más gyerekekkel is játszhat végre. De a legjobban továbbra is a játékai között érzi magát, és persze édesanyja karjaiban, hisz az a legbiztonságosabb hely. Az a hely, ahol vigyáznak rá, küzdenek érte, és ahol mindennél jobban szeretik, az első naptól fogva. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Gyerekek, nem tudhatjuk, hogy mi lesz belőlük, ha majd felnőnek. Fiatalok, játékosak és gondtalanok. De egyesek sajnos más irányba tévednek és bűnözőkké válnak. Magyarországon az elmúlt 10 évben a fiatalkorú bűnelkövetők száma 10-12 ezerre tehető. Ez a szám az összes regisztrált bűnelkövetőhöz képest 9-10%-ot tesz ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Büntetés Végrehajtási Intézet 1902-ben került átadásra. A több mint 100 éves intézetben megtalálhatóak előzetesek, elítéltek, letartóztatott férfiak, nők és fiatalkorúak is. Híd emberek. Minden szombat este 22 óra 30 perckor az Echo TV műsorán. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.